Néhány héttel ezelőtt kerültek nyilvánosságra a végleges népszámlálási adatok. A vallási felekezetek csaknem mindegyikénél aggodalomra ad okot a statisztika. A KSH táblázataiból az derül ki, hogy majdnem minden felekezetnél csökkent a hívek száma. Ami ennél aggasztóbb, hogy 3,8 millió állampolgár nem válaszolt a vallással kapcsolatos kérdésre. Köntös László református lelkész úgy látja, van remény. Amikor az a kérdés, hogy fiú vagyok-e vagy lány, meg amikor az a kérdés, hogy mit jelent a család, meg amikor az a kérdés, hogy van-e a nemzetnek valamiféle értelme, akkor baj van. Akkor én azt gondolom, hogy ez a mentalitás, ez előbb-utóbb meg fog bukni, és az emberek ki fognak józanodni, és rádöbbennek arra, hogy nekünk nincs más, csak a keresztény zsidó örökség. A lelkész kifejtette, sokaknak a felekezethez való tartozás már nem annyira identitás meghatározó, ugyanakkor nagy eséllyel ők maguk is hívők. Hozzátette, éppen ezért szinte lehetetlen megmondani egy-egy felekezet valós létszámát. Elmondta, a statisztika nem egyedi, hiszen egész Nyugat-Európában tapasztalható a csökkenés, és ez nem csak a számokban, hanem a gyakorlatban is megmutatkozik. Nagyjából azt tükrözték vissza az eredmények, amit már egyébként is sejtettünk, még akkor is, hogyha ezt nem nagyságrendben. Én azt gondolom, hogy bizonyos tekintetben számunkra minden krízis keresztény emberként egyfajta lehetőség. Tehát az, hogy kevesen vagyunk, az inkább azt jelenti számunkra, hogy azok az emberek, akik vannak, azok elkötelezettek. Az elkötelezettség tapasztalható a Keszthelyi Református Egyházközségben. A gyülekezet 183 tagot számlál. A templom felújításáért mondott hálaadó istentiszteleten zsúfolásig telt a templom, de sokan járnak hittanórára is a gyülekezeti teremben és az iskolákban egyaránt. Több mint 100 hittanosunk van, akiknek a szülei sajnos még ez idáig nem jelentkeztek be gyülekezeti tagként, és azt gondolom, hogyha ők is érzik ezt a felelősséget, hogy reformátusként, akik bizalmat szavaztak a hitoktatásban, a református egyháznak, hitoktatóknak, lelkésznek, gyülekezetnek, bejelentkezzenek ide, akkor ha az országos adatok nem is adnak okot az örömre, hát talán a helyi reménységünk az igenis, nekem személy szerint, okot ad. A lelkészi értekezleten az egyházmegyét és a gyülekezeteket érintő legfontosabb kérdésekről, aktualitásokról és változásokról tanácskoztak a résztvevők.